Európában a hazai KGFB, azaz kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjai a legalacsonyabbak. Az elmúlt években folyamatosan csökkentek a biztosítások költségei, azonban mostantól várhatóan évekig tartó kismértékű emelkedésre számíthatnak azok az autósok, akiknek lejár a biztosítása. Kizárólagosan csak azok várhatnak most kötelező felelősségbiztosítást, akiknek az évfordulójuk január 1-ére esik. Ezek azok a személyek, akik 2010. január 1-e előtt kötöttek kötelező felelősségbiztosítási szerződést. Ez körülbelül az autós társadalomnak körülbelül egy ilyen 40%-et, annál is kevesebb. Ezek javarészt idősebb emberek, kis teljesítményű idősebb autókkal, akiknek az éves díjuk most jelenleg ilyen 10.000 forint alatt van adó nélkül. Az érintettek akkor válthatnak biztosítót, ha a fordulópont előtt 30 nappal, azaz december 1-e éjfélig beérkezik a szerződésük felmondása a biztosítóhoz. Az idei évben ezek az összegek, ezek nagyon kis számok lesznek. Mindenképpen emelkedés várható, tehát egy ilyen 10-15-20%-os emelkedés, de ez havi szinten egy 50-100 forintos emelkedésen biztosítási díjban, akiknek éves szinten 1000 forintot szeretnének spórolni, azok váltanak. Azok az autósok, akik 2010 után kötöttek biztosítást, és évközben van a forduló napjuk, akár 50-80%-kal is drágább biztosítási ajánlatot kaphatnak, azonban jelentősebb díjemelkedésre csak abban az esetben lehet számítani, ha valaki kárt okozott és romlott a besorolása.